Muzulmán politikust választottak elnöknek szerdán a németországi. Kozatban ideiglenesen lévő mintegy 12 000 tanár besorolását írja az emberi erőforrás. Európa gázellátásának biztonságát csak akkor lehet növelni, ha a tagállamok legalább 3 forrásból szerzik be az energiahordozót, mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. Aracki András a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy Magyarország ma szinte csak Oroszországra támaszkodhat ebben a kérdésben. Úgy vélte, alternatívát jelenthetne a dél... Dózsa-György úttól befelé, illetve az Üllői út is a... Március végén 200 milliárd forint volt, a vállalatok közül csak nem 300... ...díj ellenében vált pénzt.